Nagyon rosszul kezdett a PVSK Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság csütörtök esti mérkőzésén. A vendégek 30 pontot dobtak az első negyedben a Lauber Dezső sportcsarnokban. 43-62-vel mentek nagy szünetre a csapatok. A harmadik játék részben közelebb tudott jönni a Vasút, de az utolsó negyedben újra a paksiak akarata érvényesült. Végül 78-103 arányban nyerték a találkozót a tolnaiak. Nagyon fontos volt a kezdés, ahol volt tényleg kintről nagyon jó dobó százalékkal céloztunk, utána pedig csak tartottunk azt, helyenként védekeztünk is néha-néha, és azt gondolom, hogy a fiúkat meg kell dicsérnem. Hazai oldalon Pongó Máté értékelt. Nem szabad így kezdeni egy mérkőzés szerintem. Nyilván van egy sérült játékosunk, ugye többeknek más poszton is kell játszani. Azt gondolom, hogy mindenkinek sokkal jobban kettőzött erővel kéne most ebben a pillanatban majd dolgozni, akár edzésen, meg meccseken is, mert tényleg egy kicsit most gödörbe kerültünk. Ehhez csak ennyit tett hozzá Csirke Ferenc vezetőedző. Hát te elmondod mindent, gratulálunk a Paksnak, más nagyon nem tudunk tenni. A PVSK következők bajnokiát is hazai pályán játsza. A Sopron csapatát fogadják december 13-án este 6 órától.